Állt a lány az út jobb oldalán, egy sárga rózsa hervadt homlokán, a szürke úton csak át várakozom, földvár felé félúton. Bus Péterre, a Boszorkány Pörő című krimi szerzőjével Pusztaföldvár felé igyekezünk, ugyanis a regény nagy része Pusztaföldváron és környékén játszódik. Miért tartott fontosnak azt, hogy visszatér Pusztaföldvára, és azon a helyszín mutassátok be a regényt, ahol a cselekmény játszódik? Tulajdonképpen Pusztaföldváról kaptam egy meghívást, hogy szerveznének egy író-olvasó estet, ami azért jó, vagy azért lesz különösen érdekes, mert a helyiek máshogy olvassák a könyvet. Egészen más jelentéseket fognak fel, tudják, melyik szereplő valós, melyik kitalált, vagy legalábbis melyik név valós. Tudják, hogy mi a történet mögötti valóságtartalom. És kaptál már olyan visszajelzést, ami azt mutatja, hogy felfedeztek benne valakit, aki él, most is él a faluban, vagy egykorja? Ilyen visszajelzést nem kaptam, de hát rengeteg olyan szereplő van, említés szintjén, akik éltek vagy élnek. A szürke úton csak át várakozom, földvár felé félúton. Ha jól tudom, ön szerepel Bus Péter regényében. Hogyan fogadta ezt a hírt, illetve amikor olvasóként szembesült ezzel, milyen érzései voltak? Hát igen, szerepelek a könyvben, egyik boltos. Hát ennyit kell tudni erről, hogy ők oda jártak hozzám vásárolni, tehát én az egész családot ismerem, és a könyvet, hát nem tudtam elvonatkoztatni Földvártól, tehát hiába írja azt, hogy nem Földvárról szól, tehát az első mondatok is mindjárt valakit felidéznek, és akkor én nem tudtam tőle ezt elvonatkoztatni, hogy nem Földvárról szól. Mindegy az, hogy a jelenetek meg a történések nem úgy történtek, ahogy ez valójában a könyvben megíródott, de személyeket azért lehet benne felismerni. Békés megyében található Pusztaföldvár orosházától egy 10-12 kilométerre lehet délkeletre a település. Olyan 1700-an laknak itt, ha jól tudom. Örülünk annak, hogy egy földvári fiú ír egy könyvet, mindegy, hogy rólunk szól, vagy nem rólunk szól, de Földvárról játszódik. Ez a lényeg, hogy Földvár szerepel ebbe a könyvbe, és akkor meg hát a fiúnak a sikereiben nagyon örülünk. Akármerre indulunk el, egy 2-3 kilométeren belül bármerre találunk tanyákat, és ezeknek az a jellemzője, azért választottam ezeket a helyeket, mert nem építenek több tanyát egymás mellé. Jártam korábban Ásotthalmon, ott egyszer csak a településtől távol az erdő közepén elkezdődik egy kis utca, 6-8 tanyával egymás mellett. Itt a tanyák körül mindenhol szántók vannak. Minden talpalatnyi földet megművelnek az emberek, és ezért a legközelebbi szomszéd mindig kilométerekre található. Ez egy olyan jó elszigetelődés érzetét kelti. Arra emlékszem, nagyon sokat jártam a határt. Hivatásos vadász segéd voltam itt Pusztaföldváron két nyáron át, meg korábban is azok közé, a gyerekek közé tartoztam, akik mindig elkóboroltak valamerre távcsővel, fényképezőgéppel. És rengeteg lakatlan tanyát találtunk akkoriban. És oda mindig bementünk, kerestünk nyesteket, baklyokat és hasonlókat, vagy ezeknek nyomait. A körülbelül 1700 fős településen 20-30 ember olvashatta a könyvet, amely kézről kézre járt a lakosok között. Apropó a falu! Történetünk idején 14 köves út volt a falunkban. A többi időszakosan járhatatlan volt. Az 1500 lakosra 19 kocsma jutott. Így időszakosan mindenki beszámíthatatlan volt. Sokan orosházára jártak dolgozni. Mellette a mezőgazdaságból próbáltak egy kis plusz pénzt kreálni.
ami mindig is kiszámíthatatlan volt. Ezeket mindenki tudja. Amit senki sem tud, az az, hogy a falunknak saját nyelvjárása van. Ott kezdeném, hogy az egészet egy pályázatra írtam. Annak volt egy határideje, egy augusztus végi határidő, és én május elején vettem észre, hogy egyáltalán ez a pályázat létezik. Lehet, hogyha nem 2,5 hónapom lett volna megírni a könyvet, hanem 1 évem, akkor végül nem maradtak volna benne valós nevek. De, hogy is mondjam, maga az írás az számomra is rejtély. Az, amit leírok, az se a valóságban, se az én fantáziámban nem létezik. Elkezdek leírni egy szöveget, és általában nem azt írom le, amit akartam. Elkezdtem megírni egy könyvet, ami nem az lett, amit akartam. És miközben írok, jut eszembe nagyon sok minden, és ilyenkor sokkal könnyebb valós elemekre támaszkodni és onnan rugaszkodni el, mint teljesen magamra hagyatkozni. Mondjuk én nagy krimi rajongó vagyok, egy kicsit csalódott voltam a könyvek a végén, mert nem tudtam kihámozni úgy első olvasatban azt, hogy miért tette tulajdonképpen, amit tett a főhős, de utána aztán ugye kicsit rágódtam rajta, meg gondolkoztam. Hát meg lehet magyarázni, de nem olyan, mint valóban, mint egy krimi ez a könyv. Az irodalomtörténet létrehozza a maga skatujáit, felvilágosodás vagy szonett, akkor ezek a skatuják a hagyományból táplálkoznak, és amikor valaki ír, akkor az az egyik legizgalmasabb dolog, hogy milyen szöveget, vagy milyen tartalmat, milyen formában lehet a legkönnyebben, legszórakoztatóbban, vagy legsúlyosabban elmondani. És aki a könyvet a kezébe veszi, nem hiszem, hogy le fogja tudni tenni. Van benne humoros rész, nagyon érdekes, számomra érdekes volt. De nyugtassuk meg az olvasókat, hogy a gyilkosság nem gyilkosság történt. Gyilkosság nem történt Pusztaföldváron. nem történt. Alapvetően itt két tendenciát akartam bemutatni, legalábbis ez volt a szerzői szándék. Az egyik az, hogy soha nem tudhatjuk, hogy létezik-e ez az egész, vagy nem. Mi tudjuk, hogy nem, de a zsűri fent Pesten nem, olyan szintig nem, hogy nagy élvezettel hallottam, ahogy Radnóti, Garaci, Lévai, Balázs nekiültek a Google Maps-nek, és elkezdték keresni Pusztaföldvárt. Olyan nincs, hogy nem létezik. Ezen összekaptak egy kicsit, aztán nem tudom, kinek lett igazát, annak, aki azt mondta, hogy van. Ez is része a játéknak és a határok feszegetésének. Ez pedig leginkább a szavak hátterének jelentésére vonatkozó torzulásában érhető tetten, és ott is csak akkor, ha két valódi falubeli beszélget egymással. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy meg tudnám írni ezt a történetet úgy is, hogy a bennem avatott olvasó minden szavát értse, de a szavak, mondatok jelentése örök titok maradjon számára. Leírok két példát, hogy értsék, mire gondolok. 1991. március 14. reggel van, az öreg Zsótér a táposhoz biciklizik, Tarnai áll a Dundibár előtt, fűti a reggeli feles, rákiált az öreg Zsótérra. Jó reggelt, Jorsi bátyám! Jó reggelt! Mire az visszaköszön? Jó, hogy jót! Jó, hogy jót! A falusi dialektusban leírt párbeszéd valódi jelentése, Tarnai. De jó, hogy látlak, drága Jorsi bátyám! Anyáméknak voltál bérese, emlékszel, mennyire kedveltük egymást akkoriban. Te már kamasz voltál, én meg gyerek, emlékszel, mennyit vigyáztál rám. Most magadra vigyázz, az Isten áldjon meg. Meg ne hagyj nekem idő előtt, annyian meghalnak mostanában, hogy a végén ráfogy a falu. Én ismerek itt mindenkit, nagyon szeretek is mindenkit, úgyhogy legyetek hozzám jók. Éltek sokáig, én is akarok veletek békességben. Az öreg Zsótér válasza. Szevasz, Gabi, a fenn a pofádat. Ja, jó
jó gyerek lenné te! De miért vagy részeg reggel 8-kor? Én azon se csodálkoznék, hogyha elrúgna tégedet az asszony, amilyen alak lettél. Jó gyerek vagy te, nagy a szíved. Csak ahogy elnézem a májad is, szóval hagyjál menni engem a dolgomra, én le nem lassítok, hogy aztán meghív valamire, mikor így is késésben vagyok. Na, szevasz, Gabikám, szedd össze magad, mert így ennek nem lesz jó vége. A másik dolog, azt még soha nem hallottam vissza, hogy valaki beleolvasta volna, sajnos. Én ezt olyan szándékkal írtam meg, mint ahol a mi kis falunk jó és gonosz csatájának a színterévé válik. Ez egy allegórikus olvasat, és a pedofil sorozatgyilkos, aki gyerekeket öl, lofon jár, és az egész olyan misztikus, lehetne asszociálni a fej nélküli lovasra, vagy hasonlókra. Ez nyilván egy ilyen megtestesült gonosz, aki aztán egy kukoricaföldön megkapott szellő következtében elkezd gyötrődni, és végül feladja magát. Tehát ha akarom a lelkiismeret kontra bűn, vagy bűn és bűnhődés játéka az egész, ha akarom, akkor földön túli erők szintere. Ezt próbáltam belevinni. A regény, az, mint mondtam, egy dallal fejeződik be. Most ezt a dalt fogjuk meghallgatni. A világ hidd el, a jóra éhes, az ember mindig a szívtől ékes. Tudom, hogy másnak túl lágy e dallam, de néha csendes a tűzvonal. Velünk a bárány, de él a farkas, kicsik vagyunk még a sors hatalmas. Tudom, hogy máshol kemény a dallam, világ megváltás nincs e dalban. És szerintem akár, ahogy a regény végén közösen is énekelhetjük ezt a refrént. A jóra éhes, az ember mindig a széptől ékes. Tudom, hogy másnak túl lágy e dallam, de néha csendes a tűzvonal.